padon több terméket láthatunk, gyümölcs készítményeket, a leglényegesebb a szilvalekvár, amit a saját kertünkben másfél hektáron a gyümölcsfákat mi ültettük, és ebből készítünk a tiszainokai asszonyokkal szilvalekvárt. Itt látható módon nagy üstökbe keverjük egész áldott nap, és szétosztjuk magunk közt a lekvárt. Tehát mindenkinek jut télire, süteménytöltésre. És ne látom, hogy ebben már van. Ezt, igen, ebben rendesen tele van. Tele van. Húha. És ezt meg lehet nézni, és ez teljesen évekig eláll. Kamilla. Kamilla, amit most védetté nyilvánítanak, és a mi területünkön terem a legegészségesebb kamilla, mert szikes talajon. És nem lehet leszedni? De, mi leszedhetjük, ja. De a gyógyértéke. Ja, és értem. Még ezt a szerszámot azért hoztam, hogy ezzel szedtük le. Ezt itt Inokán kaptam egy családba, tehát ennek egy nincs nyele, csak kezünkkel így szedjük le a virágot. Értem. Na, ez nagy találmány ez. Nyájunk is van, anya jó bárányokkal, a szőr onnan van, a fényképeket pedig a fiaim fotózták, ahogy éppen legelnek, és a természetben vannak. És a családban mindenki foglalkozik vele, vagy csak önök? A családban a férjem földmérő és gazdálkodó, tehát vállalkozó. Van 100 hektár, amin legeltetünk, lucernát termelünk, szénát és gyümölcsöst. 5 gyermek van. 5? 5 gyermek, igen, 3 fiú, 2 lány, és az egyik lányunk most végzett, mint agrármérnök Gödöllőn, úgyhogy valószínűleg folytatja. Van egy másik lányunk, ő pedig állattenyésztő, ő lótenyésztéssel foglalkozik. És akkor fog is, itt a családi vállalkozáson belül, vagy? A lótenyésztéssel nem, de az agrármérnök, a lányom igen. Ő a igen. Fiam még tanul, ő valószínű folytatja a család elkezdett munkáját. Nagyon helyes. Elég sokfajta savanyúság sorakozik. Egy adott lével van eltéve, akár évekig elállnak és gyönyörűen megmaradnak. A karfiolt ősszel tesszük el, általában sárgarépával egy picit meg van trimmelve, a kettőnek az íze nagyon finom tud lenni, viszont a karfiolnak az a titka, hogy mivel olyan nagyon kemény, a savanyú lé fogja majd őt bepuhítani, így, hogyha ősszel eltesszük őt, majd tavasszal tudjuk fogyasztani, ilyenkor már, mint tavaly olyan. Ez teljes egészében lé nélkül is savanyú, tehát a levagdosott paprika, hagyma, répa, mi van még benne? Paprika, hagyma, répa, káposzta, ez a cukorba, sóba, citromlébe, ahogy áll, kiadja 24 órán belül úgy a levet, hogy a saját levébe el tudjuk ügyesen tenni. Nagyon jellegzetes péktermék a bodag, amit úgy tudunk, hogy csak a Tiszadukban csinálnak. Hát itt a környékünkön Tiszaföldváron, Cibakházán és Kengyelen készítenek bodagot. Hát véleményem szerint a Tiszaföldvári a legfinomabb. Kenyértészt a szerűség, de begyúrnak töpörtyűt, darált töpörtyűt, és tehát így néz ki, nagyon finom. Tehát akár borozgatáshoz, sörözés mellé, vagy csak úgy magában, akár tejával, ki mit szeret, nagyon az finom vendégváró étel is. Tiszaföldvár történelme című könyvéből olvastam, hogy már 1591-ben 181 mély család volt Tiszaföldváron, és a törököknek 2 akcsiadót kellett fizetni mély családonként, az értékére pedig tájékoztatásra adott, hogy egy mély család annyit ért, mint egy fejős tehén. Hát a jelen helyzet szerint annyit nem érnek a mély családok, de azért igen értékes anyagot termelnek, gyűjtenek és alakítanak át, a nektárból készítenek mézet. A helyi méz a vegyes virágméz, a napraforgó méz és a mezei aszat méz, ami kimondottan helyi jellegű, az akác méz az az ország más területein jellemző, és hungarikumnak is mondhatnánk, hogyha az ország határain kívül nem termelnének belőle. De ez egy olyan érdekes növény az akác, amiről érdemes annyit elmondani, hogy Amerikából jött,
Kaliforniából, de ott nem mézel. Mézet egyáltalán nem választ ki, nektár nincs belőle. Ez Magyarországra kerülve Tesedik Sámuelnek köszönhetően elszaporították az Alföldön, és akkor jöttek rá, hogy tavasszal tömegesen virágzik, és nagyon jó nektárt ad, ami gyönyörű, szép, világos és nagyon kellemes ízű mézet ad. Ez az országnak egy fő kiviteli cikke is. Visszatérve a helyi mézekre, a napraforgó méznek igen magas a nyomelem és az ásványanyag tartalma. Úgy általában a mézeket úgy szoktuk csoportosítani, 13 féle összetevőből állnak, és ezek mind egészségre stimuláló hatást fejtenek ki, tehát a betegember gyógyítják, illetve egészség megőrzésre alkalmasak. Elterjedt a skandináv országokban, hogy a napraforgó méz a magas nyomelem és az ásványanyag tartalma alkalmas a rákos megbetegedések megelőzésére, ezért ebbe az országokba exportálják a különböző kereskedő felvásárló cégek a napraforgó mézet, mint fajta mézet. A mezei aszat egy igen aromás és kellemes ízű méz, hátránya, hogy igen gyorsan kristályosodik, magas a szőlőcukor tartalma és kevesebb a gyümölcscukor. Tehát pontosan fordítva, mint például az akácmézben, ott a gyümölcscukor a domináns benne, és a gyümölcscukor nehezen kristályosodik, a szőlőcukor pedig gyorsan, és ennek az aránya határozza meg azt, hogy a méz az kristályosodásra hajlamos, vagy kevésbé. A magyar mézfogyasztás igen alacsony, körülbelül 0,5-0,8 kg per fő a Magyarország éves mézfogyasztása. Még jellemző a magyar mézekre az, hogy tökéletesen tiszta, semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. Ugyan most voltak különböző antibiotikum és egyéb botrányok a médiákban, de ezek külvőről, tehát a természetből, különböző állatnevelő teletek közeléből, ott a fölhalmozott anyagokból kerültek bele. Mennyiségileg nem sok, mert ha 3000 tonnába találnak 3 gramot, a fejlett labortechnika ezt már kimutatja, és ez a magyar mézeknek az export képességét rontja. A magyar szabvány szerint a mézből semmiféle káros anyagot kibocsátva vagy kimutatni nem lehet, akkor exportképes, és jelenleg ehhez tartjuk magunkat. Javítóméznek használják a nyugat-európai, főleg német mézkiszerelő cégek, az Dél-Amerikából és egyéb országokból fölvásárolt mézet világosítják, illetve a minőségét javítják, hogy eladható legyen a üzletláncokban. Na, nagyon szép asztalt tudtunk itt összerakni. Mik találhatók ezen az asztalon? Hát ezen az asztalon találhatók kétfajta termék, a sertés, mangalica és szürkemarha termékek. Hát a szürkemarhából csak a szalámi van, és a mangalicából azból vannak a különböző szalonnák és a sonka. És ott a szalonnánál látom, hogy be van fűszerezve, hogy mi volt az az indítatás, hogy a szalonna ne csak egyszerűen szalonna legyen, hanem legyen fűszeres szalonna. Hát a következő indítatás, ugye a feleségem az kitelepített sváblány, és a rokonság egy része Baden-Württemberg környékén lakik, és mezőgazdasággal is foglalkoznak, és mikor el szoktunk menni hozzájuk, ugye ilyen fűszeres füstölt áruval szoktak megkínálni bennünket, és akkor gondoltuk, hogy mi is megpróbáljuk itthon. Hát a sikere lesz, és ez volt az indítatása. Siker megvan, hát lassan érünk messzire egyelőre. Aki megkóstolta, megízlelte, annak íz lett, és visznek is belőle. Na, hogy már van fölkarikázva, akkor szerintem azt mindenképpen meg kell kóstolni. Kóstoljuk meg. Azért hoztuk. Ja. Ez szürkemarhából készült, és a következő 70% szürkemarha is, és 30% pedig mangalica szalonna. Van egy kis gazdaságunk, hát egy olyan 160 szürkemarha, egy 20-30 mangalica szokott lenni, a 400 birkán, 18 szamár, 20 kecske. Ez Cibakházán van. A Cibakházán található a holtisza, a Élőtiszának a legnagyobb holtága, cibakházi holtág, több mint 17 km hosszú, és a volt gátőrháza. Vásároltuk meg, és akkor ott alakítottunk ki egy szép panziót, és akkor ott látjuk a vendégeinket nagy szeretettel, és az általunk megtermelt jószágokból, azokból főzünk. Csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk.
bárány, birka, mi a neve kecske, a kecske. A panziónak mi a neve? Gátőrházi panzió. Gátőrházi panzió.